Tudatosan több generációs táborként szervezik Sátoraljaújhelyen a reformátusok az összejövetelüket. A táborban a legfiatalabb 3 hónapos, a 2 legidősebb 89 éves volt. Van itt a táborban bölcsődénk, hogy délelőtt, amikor a lelki beszélgetések, kiscsoportos beszélgetések 23 bibliakörben folynak, akkor a fiatal szülők szabadok legyenek. 2 óvodáscsoport van délelőtti foglalkozáson, 3 hittanos csoport, 8 ifjúsági csoport, a többi pedig felnőtt csoport. A mostani táborunknak a címe, témája Válságban is van reménység. Úgy gondolom, nagyon nem kell magyarázni, hogy miért választottuk ezt a témát. Keresztény szempontból, bibliai szempontból próbáljuk vizsgálni egyéni, közösségi vonatkozásban. A válság gyökereit keressük, mert az mindig lelki természetű. Akik legalább 10-szer voltak a táborban, azok egy emlékcsukrot kapnak bibliai idézettel. A 17 tábor alatt 1330 ember fordult meg a Várhegyüdülőben, és 170-en kapták meg az emléktárgyat. És hogy a résztvevőknek mi a motivációja? Az, hogy egy kicsit elmélyülhessek, hitbelileg épülhessek a csoportba, ahova be vagyunk osztva, ott a közös beszélgetések által töltekezhessünk, és így vághassunk neki a következő egy évnek, ami a következő táborig van. A tábor résztvevői között van, aki mind a 17 alkalommal ott volt. Csoportvezetőként szolgálok a táborban, és most a legfőbb ok, amiért eljöttem, és a legfőbb célom az volt, hogy a saját korosztályomhoz tudjam Isten igéjét hirdetni. A tábor résztvevői közös esti áhítaton és éneken vettek részt a Sátoraljaújhelyi református templomban.